Az elmúlt hetekben megpróbáltunk bemutatni önöknek néhány elfeledett, eltűnt drávaszögi települést. A Szamárszurdok Katalin puszta és Karóca után most következzék Csibogát, az egykori apró falucska a Karasica közelében, Nagybudajától keletre. A Csibogáti csárda nevének hallatán ma már egyre kevesebb ember kapja föl a fejét. Nagybodolya és Darázs között a főút mellett állt a csibogáti szurdoktól 1 kilométerre. Ma már egyedül a hozzátartozó, üresen tátongó pince jelzi egykori helyét. A híres csárda rendkívül jó helyen volt, ugyanis mellette volt akkoriban a környék egyetlen hídja, mely átvezetett a Karasica patakon, így nem csak a környező falvakból jártak oda, hanem Szlavóniából és Bácskából is. A csárda építésének idejéről nincs információ, de a pince rész valószínűleg már a török időkben is állt. Körülbelül a múlt század közepéig működött, utána fokozatosan hanyatlásnak indult. Ma már csak néhány ember őrzi az emlékét. Csibogáti csárdát a szüleim vásárolták meg 1970 körül, és akkor sajnos édesapám rá egy évre, másfél évre szerencsétlenségben meghalt. Mindenesetre gyerekkorom egy éve, másfél éve ide kötődik, hiszen itt laktunk. Végül is, mint ahogy a neve is mondja, csárda. A szüleim az utolsó tulajdonostól, aki csárdaként működtette, Faddi Ferencről vásárolták meg. Előbb is már, ő előtte is csárdaként működött, és hát az öreg emberektől, akik innen származnak, nagyon sokat hallottam, hogy sokszor idejöttek össze mulatságokra, itt voltak hétvégén bálok, és hát végülis egyféle kikapcsolódás vagy egyféle lehetőség a társalgásra volt számukra ez a csárda. Hát én, mint gyerek, csupán az egyik szobában a régi sankra emlékszem, ahol felszolgálták az italt, és volt egy nagy terem, és azt pedig úgy hívták, hogy táncterem. Hát gondolom, ott voltak a bálok, meg más mulatságok megrendezve abban az időben. Édesapám halál után elköltöztünk innen, és akkor végül csak gyerekkori emlékeim, vagy gyerekkori álmaimban jön néha elő a csibogáti csárda. A Bánihegy lankái a múlt században még egészen máshogy néztek ki, mint ma. A dűlők között számos kisebb-nagyobb tanyavilág és település rejtőzött, melynek jelentős része mára eltűnt. Hasonló sorsra jutott Csibogát is, mely ikonikus csárdájának köszönhetően a korabeli társadalmi élet meghatározó helyszíne volt. Csibogátnak valaha 140 lakosa volt bolttal és tejcsarnokkal. Ez a település már a török idők előtt is lakott volt, erről a különböző adókönyvek tanúskodnak. Egykori lakosai szerint neve onnét ered, hogy a település felső részén volt egy forrás, melynek vizét elzárták egy gáttal, hogy abból vizet tudjanak meríteni. A víz ott folyamatosan csobogott, így lett a falu neve Csibogát. Az egykori forrás helyén ma már csak egy kút áll, de 50 évvel ezelőtt, amikor Munkás István itt élt, még bizony csobogott a víz. Én Darázson születtem, akkor a Darázsról ide költöztem, 68-ban, és akkor 68 óta, akkor itten éltem 72-ig, mert akkor 72-ben még elmentem Németországba, de abban az időben itten, mondom, itten volt keresztül út, ez a forra jött a víz, egyenesen lement, ott az árekáztatik a vizet, ott kiástuk, ott a baromfik, meg mindenféle ilyen liba, kacsa fürdött, mert itt laktam mindjárt túl, itt volt a ház a szurdok szélén. Most egészen másképp van minden. Itten legalább egy ilyen 60 ház biztos, hogy volt, de személy az többen voltak. Mert valamikor itten lenne a dom sarkán, azt mondták, hogy sarokra járnak, itten lányok, fiúk összegyűjtve, rengetegen voltak itten. Batináról, Csúzáról, Vörösmartról, mindenhol ide jártak, mert ide voltak sokkal, úgy hívták, hogy sarok, akkor ide jártak a legények, lányok abban az időben. Volt egy bót, két bót volt, egy fönnbót ott az a Katonsüléné, meg a Besvárdi bót volt itten, meg volt csarnok,
meg tejet ide hordták a hegybű, úgyhogy volt itt, mikor ezt a kannákot vitték, mert innen rossz volt akkor még lejárni, mikor hó volt, meg stb. Bizony volt, hogy 6-7 kanna tejet vittek a nagy kannába, mert nem bírta, akik vitték Monostorra, azokkal nem bírtak feljönni, úgy kellett letolni, meg lehúzni. Csobogát felső részét Náfelnek nevezték, itt voltak a lakóházak. Akár csak a szomszéd településen, az egykori szamárszurdokban rendkívül szorgalmas népek éltek itt. Főképp szőlészettel és állattenyésztéssel foglalkoztak. Sipos Ilona még emlékszik arra, hogy milyen volt az élet a Náfelben. Az 1960-as években Kórógyról jött férjhez ide a hegybe, majd 1978-ban családjával Nagybodojára költözött. Én nekem nagyon jó volt. Mondom, még villanyáramunk se volt, de én nekem nagyon jó volt itt. Meg itt mehettél, nem volt itt ilyen össze-vissza benyőve minden, mint most. Nekem jó volt itten. Itten volt egy darab szőlőnk, itten az az út is úgy meg volt csinálva, virággal be volt ültetve. Volt 2-3 tehenünk, nekünk 2 lovunk volt, és akkor ezt nevelgettük, adtuk át a nagy jószágot, és így ment az élet akkor abba az időbe. És nekem jó volt. Akkor vettünk házat ott a Bodolán, és akkor elmentünk oda lakni, és ez megmaradt minden. De hát gyűjtünk mit dolgozni, meg csináltunk mitten mindent, mert fődjeink itt voltak. Csobogát sorsa az 1970-es években pecsételődött meg, ugyanis divattá vált faluba költözni. Lakosai pár év alatt elhagyták és beköltöztek a környező településekre, házaikat pedig többnyire hétvégi házként adták el. Az 1990-es évek háborúja során ezeknek a zöme is elhagyatottá vált, de a világ ismét kezdi felfedezni a Náfel szépségeit. Az egykoron közel 60 családnak otthont adó völgyben csupán néhány takaros hétvégi ház és pince tanúskodik arról, hogy itt bizony egykoron emberek éltek.